sziasztok, üdvözlök mindenkit, Horváth Kristinek hívnak. Borsvárról jöttem, 14 éves vagyok. Hát igen, nem kell lesz. Én nem mondom, de fiatalon lehet. Alexandra vagyok, Mercedes-en. 15 éves vagyok. Sziasztok, Vince Becsi vagyok, Péterfalváról érkeztem, 15 éves vagyok. Veres Attila vagyok, Péterfalváról jöttem, 15 éves vagyok. Hello, Horváth Kristi vagyok. 96-ban születtem, 16 éves vagyok. Balogh Henrietta vagyok, Olakról, 13 éves. Palei Beatrix vagyok, Tiszakeresztújból érkeztem, 15 éves vagyok. Szeres Juhanna vagyok, Tivadárfalváról jöttem. Ez a tábor, az Aklihegyi nagyon jó szórakozás, de nem csak szórakozás, hanem közben meg tudod ismerni Istent jobban az eladásokból, meg az evangelizációból is sokat tudsz tanulni. Azért jöttem el ide, mert szeretem kipihenni magam, és szeretek itt lenni. Nagyon tetszenek az előadások, nagyon érdekesek, és sok mindent megtudhatunk. A társaság is nagyon jó. Nagyon tesztik ez a tábor, tetszenek a programok, a közös kirándulások, és jók az előadások, és nevelők is kedvesek, meg minden, és szeretettel várnak titeket is. Azért jöttem a táborba, hogy pihenni. Szerintem. De amúgy nagyon érdekesek voltak az előadások. A vezetők nagyon kedvesek, és sok mindenben segítettek. Nagyon jókat lehet szórakozni, a vezetők is jó fejek. A viccelődés 5 csillagos. És én azzal a célra jöttem ide, hogy közelebb kerülhessek Istenhez, mivel a mostani időkben sajnos eltávolodtam Istentől, és szeretnék közelebb kerülni hozzá. Igaz, még eddig nem sikerült megtérnem, de nagyon szeretnék megtérni. Nagyon tetszik nekem ez az egész tábor, és annyira tetszik, hogy most a augusztusban lesz konfirmátus, és ismét szeretnék jönni, mert tényleg olyan jó előadások vannak, tényleg minden modern móddal próbálják odafigyelni, hogy tudjunk odafigyelni rá, hogy meg tudjuk érteni. Hát, mit mondjak, ez a tábor nagyon jó. Itt éltem meg, itt kezdtem hinni Istenben, hallottam, hogy szólít engemet. Hát, szóval jól esett megtérni, majd megkönnyebbültem. Hát, mondjak még. Nagyon jó ez a tábor, meg minden. Abban a célra jöttem, hogy közelebb legyek Istenhez. Több dolgot tudjak meg, és ennyi. Szerintem én csak pihenni jöttem, de elvezettek egy olyan úthoz, ami Istenhez van. És nagyon boldog vagyok annak, hogy megtanáltam ezt az utat. Persze még nem tértem meg, de azért szerintem próbálkozok. Sok emberekkel beszélgettem itten, nagyon jó fejek mindenki, aranyosak. Megismerkedtem, többsége, jóban vagyok. Minden jó. Ja, finomakat főznek. Persze. Jövőre, még konfirmatus hétre is jövök. Még nagyon tetszett nekem a csoportbeszélgetések. Szerintem nekünk volt a legjobb csoportunk és csoportvezetőnk, mivel nagyon sok mindent meg tudtunk vele beszélni. Tényleg nagyon így úgymond lelkiztünk, jó dolgokról is, meg rossz dolgokról is. Nagyon jól éreztük magunkat a csajokkal, a nevelők is nagyon kedvesek, viccesek. A játékok is nagyon jók, nagyon sokat lehet nevetni, és minden tökéletes. A társaság is nagyon jó, a szabadidejében is tényleg mindig játszhatunk, nagyon sok ilyen játékok vannak, sporteszközök, sosem unatkozunk.
Hát nagyon tetszik nekem ez a tábor, én már több táborban is voltam itt. Nagyon tetszett az, hogy az előadók nem lelkészek és nem idősebbek voltak, hanem így egy pár évvel voltak csak idősebbek nálunk, és el tudták élni ezt a helyzetet, amiben mi vagyunk, hogy ugyanabban a világban, és szerintem ez nagyon áldottak voltak az előadások a nevelőtől, úgyhogy ez a hét nagyon jó volt. Hogy érzed magad a táborban? Nagyon jó. Azért is, mert megtéltem. Vannak jó csajok. Negatívum? Mármint. Mi nem tetszett a táborban? Hát... Minden jó. Semmi más. Minden jó volt. Amikor elvették a telefonokat, hát a kaják azok jók voltak, de nem mindig, mert nem sokszor ettem. Nem tetszettek a sok kiabálás, amikor feljött a tiszteletes, de rosszabb volt. Mondjuk, ami nem nagyon tetszett, az, hogy korán kellett kelni, meg a korán lefekvés, és az, hogy nem volt nálunk sok a telefon, de mondjuk nincs is nagyon rá szükségünk, csak egy kicsit lenne, de amúgy tényleg nagyon el vagyunk, és nagyon jó, én nagyon szeretek itt lenni. Hát rosszat így nem is tudnék mondani szerintem, mert nagyon jól éreztem magam. Nekem is sikerült megtérnem itt az Zakli-hegyen, szóval ajánlom mindenkinek ezt. Ennyi szerettem volna elmondani. Sziasztok! Mit mond Isten az első? Az agyadat. Hogy ne legyen, hogy ő ne legyen a falon kívül semmilyen bálvány, se földös, se vízes, se faragos, se semmilyen. Mi? És hogy kezdődik? És hogy kezdődik? Én vagyok az Úr. Te Istened vagyok. Akkor bemutatom. Tulajdon mi szól. Én vagyok az Úr, te Istened. Szeretném mutatom Istened a teljesítőt. Ez az első és nagy parancsolat, hogy meg ehhez hasonlót, hogy szeretsz vele magadat, meg te magadat. Úrsi! Te magadat. Egy, kettő, a Patrik! Baj van, édesapa? A milyen baj? Ha megdöglött a tekint. Nem baj. Szomszédnak is van, majd tőle ellopjuk. Slang. Baj van, édesapám. Tudod! Felvett, feljött a mennykő. Mi a baj, fúja? Feljött a talgát a riska. A vezetők is tök jó fejek, és megint dolgattál. Már? És mit? Hát beszélj. Én nem. Csak mehet. Akkor beszélj? Hát igaz, nem kell. Én nem tudok fiat, szóval nem. Alexandra vagyok, mert szülősöm. 15 éves vagyok. A nevelőkkel is nagyon... Nem tudom, hogy le kell írni!